A tatami széléről bíztatták és videózták kollégája szekszárdi rendőrkapitányságon vizsgálóként dolgozó Bogáncs Gergőt. A fiatal rendőr Budapesten a terrorelhárítási központ által szervezett Budó és Küzdősport gálán képviselte Tolna megyét. Az országos versenyen a rendvédelmi szervek dolgozói vehettek részt. Gergő a választható 5 szám közül judóban és az ahhoz hasonló grapplingben küzdött. A grapplinggel kezdődtek a versenyek, ott három meccsen volt, ebből 2 nyertem, 1 veszítettem, és így bronzérmes lettem, közben pedig ugye ment közben a judo is, mondjuk, tehát volt olyan, hogy a grappling egyébként végeztem, mentem át a judo szőnyegre, ott pedig 4 meccsen volt, 2 nyertem és 2 veszítettem, és ott is bronzérmes lettem. A szekszárdi rendőrnek nem ez volt az első versenye. 18 éve judózik, és korábban már országos válogatott kerettag is volt. Jövőre újra elindul a versenyen, addig pedig, amikor a munkája engedi, szekszárdi mestereivel edz, akiknek azt mondja, a mostani eredményt is köszönheti. Ide járok le edzésekre, hogy a munkám engedi. Heti egyszer mindenképp leszoktam menni, hát ha úgy engedi a munka, akkor többször is. Ezután is szeretném megköszönni a felkészítést edzőimnek, Szepesi Józsefnek és Szepesi Dávidnak. Bogáncs Gergő a TEK versenye óta már újabb sikert is magáénak tudhat. Most hétvégén egy országos versenyen lett 5. helyezett.